szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a Rounded. Lássuk. No, standard irányítás többé-kevésbé. Minimálisan tudunk ugrani. Oké. Ide kevesebb élet. 500 másodperc. Oké. Akkor jó, hogy ki tudunk ugrani. Akkor felteszem, ugrani kell fölöttük. Nem sikerült átugrani. De csak nem voltunk jó helyen. Hova kell menni? Nem ide. Hát itt sem nyertünk. Hát egy picit talán használhatóbb kameraszög. Hát lássuk. Rendkívül kreatív feladványunk. Oké. Azt hiszem jó irány. Bingo! Ó! Oh. Nem tudtunk arról, hogy ez... Nem tudtunk róla. Ráadásul a kamerát az visszarakja abba a formába, aminél még annyit se látunk, mint a többinél. Gondolom, persze, hogy nem. Jó. Az irányba azt meg tudunk sompolyogni, és akkor nem kell a gödörrel küzdeni. Abban az irányba semmit nem láttam eddig, ami a megoldáshoz vezetne. Úgyhogy muszáj erre felé lenni a megoldásnak. Ez jó kérdés, hogy innen merre. Erre nagyon sok irány van. Ki tudja. Nem lepődnék meg egyébként, ha fölfele kéne menni. De próbáljuk ki ezt az irányt. Persze, hogy arra kell. Nyilvánvalóan arra kell menni a mi kis kastélyunkba, homokvárunkba. No, hát erre sok opcióm nincsen. Oké. Majdnem. Azt hiszem, hogy éjszak felé van a... Jó irány, de ez inkább csak egy sejtés.
ha nem is vicces, de ez egy bejárható irány legalább. Ott arra felé volt egy fal, úgyhogy kénytelenek vagyunk egy nagy kört menni. Aztán persze jön a kérdés, hogy az elágazások felől merre. No. Ennyire gyorsan érünk be a mi kis csapdánkba. Nem nyert. Akkor a másik irány a nyerő. Valahol az volt egyébként is a logikus, csak ettől függetlenül a vége így is, úgy is az, hogy random. Még ha valamennyire látjuk, akkor egy picit segít, de a legtöbb esetben nem is látunk elég messzire. Jó, fölfele van fal, úgyhogy az biztos nem nyerő. Itt mintha lenne egy kijárat. Random hold. Na, de itt legalább nagyobbat tudunk ugrani. Legalább erre vette a fáradtságot a készítőnk. Ha már el akarja hitetni velünk, hogy lehet a holdra elmenni, és hogy a föld kerek. Na, itt merre? Hát ez az egy, ami van. Szóba jöhető iránynak. Valahol erre felé kell, de azon belül ki tudja. Nem nyert. Oké, akkor csak az északi iránya jó. Jó. Nem megyünk föl, mert az úgy látom minden áron zárt. Úgyhogy itt lefelé próbálunk haladni. No. Hát itt van viszont egy kérdés, hogy merre a merre. Beleértve, hogy nem, akkor ott az ugrás felé kell mennünk. Pedig az sejthető volt az ugrásból, hogy arra kell menni. Hiszen így ad kihívást. Valamilyen formán. No, hát meglepően hosszú útvonal. És megérkeztünk a mi kis járművünkhöz. Hát az előző az egy kimondottan lassú figura volt, ez meg most egy szuper gyors. Aha. Hát ez nem volt teljesen hibátlan. Maradjunk annyiban. Hát, kösz. Abszolút ötletem sincs. No, hát az ugrás felé kell azt hiszem menni. Mert ott volt nyugat felé. Opció.
És valami azt sejteti nekem, hogy arra felé kell haladnunk. De nem nyert. Úgyhogy lehet, hogy teljes tévedésben vagyunk. Egyenlőre még lehet tovább menni. Akkor menjünk lefele. Na, ez egy jó kérdés. Jó, ez mind a három út ide vezet. Ha csak nem mind a három út vakvágány. No. Oké, eddig még nem olyan rossz a helyzet. És szerencsénk volt. Így random zene. A semmiből elő. Oké. Akkor vissza opcióhoz. Szeretnék hallani. Még így is iszonyú hangos. De így legalább nem kellemetlenül hangos. Hát, remélem azért ezt túl sokszor már nem játssz el, hogy random zenét előkap. A semmiből. Na ez van. Remélhetőleg, ha ugorjuk a pályát, akkor ezt megúszunk többet. De ezt nem annyira kértem. Nem nyert egyik se. Ez egy jó opció. Akkor muszáj vagyok a ugrás irányába haladni. Legalábbis remélem. Most is próbáljuk ezt. Hát, ez jó, fel vagy le. Fogalmam sincs. Azt hiszem egyébként több irány van, amíg nem teljesen használhatatlan. De nem mindig. Jó, akkor nyilván éjszak felé van a átjárónk. Vagy nem. Vagy nem, és lassan kezdünk nagyon eltévedni. Itt lesz a nyertes. Na, legalább egy helyen rossz irányba mentem, ebben megegyezhetünk. Upszi! No. Azt hiszem ez lesz a nyerő. Úgy bizony.
bizony ott a kijárat. És csend. És nyugalom. No. Hát még egy pályát lefutunk, aztán majd kiderül, hogy visszatérünk-e. Azt hiszem ez lesz a menet. Hát ez jó kérdés. Menjünk az ugrás irányába. Nagyon lassan fogunk föl gurgulázni az ugrás irányába. A halak mókásak mondjuk. Hát itt nagyon könnyű lesz nem kellő méretű ugrásokat végrehajtani. Az egészen biztos. Azt egyébként viszonylag jól eltalálta, hogy hogyan legyen olyan, mintha vízben lennénk, holdon lennénk, stb. Az szimpatikus. Még ha maga a többi rész az hát legalábbis távol áll a észvesztően kreatívtól. Én nézem úgy, hogy az egész gubanc az egy zsákutca, de lehet, hogy nem. Itt mintha lenne egy jó sompolygó szakasz. És akkor juthatunk még valahova. Vagy nem. Upsi. Hát, ezúttal lehet, hogy nem jutunk ki időben a megoldáshoz. Mert azt sem tudom, meddig kell visszamennem. Hogy elindulhassak a jó irányba. Jó. Itt viszont emlékeim szerint volt egy ugrás valahol. De ezek szerint ott lent lesz a megfelelő átjáró, csak ahhoz a lenti szakaszhoz visszajutni nem egyszerű. No, sipítsd délnek. Kérdés, hogy mennyit. Oké, azt hiszem itt a nyerő. Vagy legalábbis itt a nem olyan rossz ugrás. Nem az rossz irány. Hát, tippeljünk dél felé, de ez is lehet ugyanolyan módon nem nyerő. Akkor ezúttal menjünk északnak, de lehet, hogy ott az egyel korábbin kellene fölmenni. Valójában. Még jó helyen járunk kinézetre. Még sikerült az ugrást megejteni. És ott a mi kis tenger alatt járunk. Ippek, hogy de kiértünk. No, hát ez volt a rounded. Meglátjuk, hogy visszatérünk erre.